betelt az idő, és elközelítetett az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor karácsonyra készülünk, akkor azt kell meglássuk, hogy az advent az sokkal többet jelent ennél. Itt most az elmúlt vasárnapokon a gyülekezetünkben arról volt szó, hogy advent az egy sokkal nagyobb jelentőségű, kétfajta advent létezik. Az egyik az, ami már beteljesedett, ami most itt karácsonykor fogunk ünnepelni. Tulajdonképpen, amikor Jézus mondja ezt a mondatot, akkor erről beszél, hogy eljött az az idő, amire az emberek évezredeken keresztül vártak, hogy személyesen ismerjék a megváltójukat, hogy tudják, hogy ki az a megváltó, hogy megtörténjen az, amire hosszú-hosszú idők óta vártak, hogy végre valaki legyen, és megváltsa őket, és legyen egy közben járó, aki hidat ver a bűnös ember és Isten között, és végre az embernek közvetlenül lehessen kapcsolata az Atyával, közvetlenül lehessen kapcsolata az Istennel, hogy ne az legyen, hogy az Isten kapcsolata az abban merüljön ki, hogy neki gürcölnie kell, neki valamit le kell tenni az asztalra azért, hogy ő elnyerje az Istennek a jó tetszését, és elnyerje az Istennek a szeretetét és a kegyelmét, hanem legyen egy közbenjáró, akiben lehet hinni. Jézus Krisztus lejött erre a világra, lejött erre a földre, hogy megváltson minket, hogy a Isten gyermekei lehessünk, hogy közvetlen kapcsolatunk lehessen az Istennel. Itt van ebben az igében, hogy szól ma is, hogy higgyünk az evangéliumban, hogy térjünk meg hozzá, hogy forduljunk oda hozzá, és ez a legnagyobb szeretete Istennek, hogy Jézus Krisztushoz, akit majd nem sokán ünnepelni fogunk, az ő teste töltését, az Isten emberi lételét, bármikor odafordulhatunk. Lerakhatjuk előtte az életünket, újra megújulhatunk. Jézusnak szentelhetjük az életünket, mert még tart a kegyelemnek az ideje. És elhihetjük azt a hatalmas nagy örömüzenetet, hogy van megváltónk, és ismerhetjük őt. Aki minden bűnünkért eleget tett, minden bűnünkért megfizettetett, és csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk ezt a szeretetet. Ahogyan ő ott van a keresztván, kitárt karokkal, ilyen kitárt karokkal vár minket. Ebben az adventi időszakban is. Mert még tart a kegyelem ideje. Amen.